Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Ludovik Orbán kormány tavaly felelősségvállalással fogadta el a költségvetést, az előzmény nélküli döntést sokan bírálták. Abban viszont szinte mindenki egyetért, hogy jobb, hogy van költségvetés, még akkor is, hogyha az rossz, mint hogyha egyáltalán nem lenne. Hogy ez a kijelentés mennyire állja meg a helyét, arról Péter Ferencet, a Maros megyei tanács elnökét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valóban ez egy valóság, hogy a fontos az, hogy van. Ezt a 2019-es év utolsó műsorában, amikor jelen voltam, akkor szintén így fogalmaztam, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát az eszközt nem szívesen fogadjuk el, mert ilyen nem volt még eddig, és nem is szeretnénk, hogy ez megismétlődjön. Azért egy demokratikus országban a parlament kellene döntsön a legfontosabb törvényről, minden év legfontosabb törvényéről, a költségvetési törvényről. Viszont van egy olyan cél, hogy igenis így el lehetett fogadni decemberben, felelősségvállalással, január 6-án megjelent a költségvetés a hivatalos közlönyben, tehát azt jelenti, hogy 45 napon belül minden önkormányzat jóvá kell hagyja a helyi költségvetést, úgy a megyeit, mint az helyi önkormányzati költségvetést, tehát azt jelenti, hogy február 20-án van költségvetésünk, nekünk is és az önkormányzatoknak is a különböző községekbe, városokba. Így el tud indulni az élet, tehát el lehet indítani a versenytárgyalásokat, el lehet indítani különböző munkálatokat. Van reális alapja az, hogy február 20-án, ha van egy költségvetés, akkor már áprilisban lehet dolgozni munkálatokon, lehet dolgozni különböző szolgáltatásoknak, lehet fedezni az értékét. Úgyhogy megvan az előnye is, megvan a hátránya is. Én nagyon remélem, hogy a 20 éves közigazgatási tapasztalatomban ez az első, de ez az utolsó alkalom is, amikor felelősségvállalással fogadnak el egy ilyen fontos törvényt, mint a költségvetés törvényt. Azt azért mondjuk el, hogy az előző évhez viszonyítva, de az előző évekhez is bátran mondhatjuk, az a lényeges különbség, hogy most már januárban ugye volt egy költségvetési törvény, míg tavaly ezt csak áprilisban fogadták el, és ez a folyamat, amire ön is utalást tett, jóval lerövidül, vagy mondhatjuk azt, hogy jóval hamarabb időben el tudnak kezdődni a munkálatok, és nem áll elő legalábbis idén az a helyzet, hogy az aszfaltozás mondjuk szeptemberben kezdődik el a különböző utakon, mert addigra járnak le a különböző folyamatok, és akkor méltán háboroghat bárki, hogy nem ennek van az ideje, vagy már az időjárási körülmények kezdik akadályozni. Úgyhogy ez a pozitívuma, hogy most van költségvetés, viszont van egy lényeges negatívum, hogy kisebb az összeg az egyes megyék számláján, mint tavaly volt. Miért van ez, és ez hogyan érinti Önöket? Valóban kevesebb, és az megmondom őszintén, hogy nem vártuk, hogy ennyire kicsi lesz. És ebben a pillanatban csak azon gondolkodunk, hogy most melyik oldaláról próbáljunk visszavenni, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a fizetéseket kötelező módon ki kell fizetni, a szolgáltatóknak viszont a szolgáltatásokat ki kell fizetni, tehát a működést biztosítani kell, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy most a kórházba visszaveszünk több száz ágyat, vagy a Gyerekjogvédelmi Intézetnél bezárunk egy intézményt, tehát ilyen nincs, ilyen nem létezik. Ezeknek a működését, az intézményeknek a működését mindig leghamarabb biztosítani kell, viszont nem marad elég összeg a beruházásokra és a beruházások folytatására. Tehát több olyan beruházásunk van, amit elkezdtünk a tavalyi évben, amit ebben az évben kellene folytatni, és arra is számoltunk, hogy fogjuk folytatni. Ebben a pillanatban pedig megkérdőjeleződik ezeknek a folytatása, vagy az ütemezése legalábbis, mert valószínű, hogy folytatni így is, úgy is fogunk mindent, viszont az ütemezést egy kicsit át kell helyezzük, úgyhogy meglátjuk az első fél évben, mit kezdünk el, csak nagyon finoman nyúlunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, és abban a pillanatban, amikor júliusban megjelenik egy költségvetés módosítást, amit nagyon ígér legalábbis a Ludovik Orbán kormány, ha még Ludovik Orbán kormány lesz, mert ez se biztos, akkor meglátjuk és annak arányába gondoljuk a második fél évet, hogyha lesz egy olyan költségvetés kiigazítás, aminek alapján újra lehet gondolni ezt az egész tervezetet. Melyek ezek a beruházások, amelyeket érinti ez a csökkentett költségvetés, és mi az oka annak, hogy ezúttal kisebb a költségvetés, mint a tavalyi évben volt? Tehát egy óriási bizonytalanság van és az egész országban. Ez egy nagyon érdekes folyamat, és talán egy mondatot megér ez is, hogy egy olyan országban élünk, ahol Kelemen Hunor szövetségi elnök úr fogalmazott a múltkor így, hogy már Olaszországot is megverjük, mert 7,5 év alatt 9 kormányunk volt.
tehát szép lassan a rekordok könyvébe bekerülhetünk ezzel. Valóban minden esély megvan arra, hogy a tizedik is. Hogy a tizedik is nagyon hamarosan, mivel 29-én úgy néz ki, hogy a bizalmatlansági indítványt, ha megszavazzák, akkor következik a tizedik. Ebben a pillanatban nagyon nehéz így tervezni. Nagyon nehéz úgy stratégiát építeni, és nagyobb munkálatoknak neki kezdeni, hogy nem látod, hogy mi következik. Ugyanez a helyzet a költségvetéssel is. És úgy mondom, a 20 éves tapasztalatom alapján, hát egyszer nem volt 2-3 év, amikor ugyanazt a képletet alkalmazta a kormány egy költségvetés kiszámolásánál a helyi önkormányzatoknak, vagy akár a megyeieknek. Ezért nagyon nehéz előre látni, hogy nekem 2 év múlva, 3 év múlva milyen jövedelmi forrásaim lesznek, mekkorák lesznek azok a jövedelmi források, és egyáltalán milyen munkálatokat kezdhetek el előrelátva, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy azért egy megyei infrastruktúra, akár az úthálózatról beszélünk, ahol több mint 700 kilométer, akár a kórházépületekről, ahol 16 épületről van szó, akár a gyerekjogvédelmi intézetről, ahol közel 100 épületről van szó. Tehát ezeket a nagy munkálatokat nem lehet úgy, hogy most hirtelen megcsinálom, és készen is van. Tehát ezek több éves beruházások, és nem lehet ezt előrelátni. Na most az idén ugyanaz történt, hogy visszavágták a jövedelemadó járó összeget. Ezt ugyanakkor a településeknél megnövelték, ami nem rossz, hogy a településeknél megnövelték, viszont ott is egy kicsit igazságtalan olyan szempontból, hogy a nagyvárosok, megyeközpontok és a nagyvárosok, ahol nagyon sok az alkalmazott és nagy a jövedelmi adó, az a néhány százalék nagyon sokat tesz. Tehát egy Marosvásárhely esetében például több 10 millió lejről van szó pluszban. Ugyanúgy egy kis településen, ahol nagyon kevés az alkalmazott, vagy lehet csak egy néhány van, ott majdnem semmit nem jelent ez a néhány százalék, amit növeltek. Ugyanakkor a megyei önkormányzatnál ezt visszavágták. Emellett van egy nagyon érdekes dolog, amiről talán érdemes beszélni, amint tudjuk, a 20 intézmény fölött vagyunk felelősek. A legnagyobb a kórház, utána pedig a gyerekjogvédelmi és szociális igazgatóság. Tehát ennek 1500 alkalmazottja van, és 3000 esetet kezelünk. Ebben az esetben megváltoztatták, tehát a tavaly előttig, 2018-ig úgy volt, hogy ennek a felvállalták, hogy egészen 90%-ig finanszírozza az állam áfából ezeket a költségeket, amivel a Gyerekjogvédelmi Intézet kerül. A tavaly megváltoztatták, a tavaly azt mondták, hogy nem finanszírozzák többet ők, hanem egy olyan szorzót alkalmaznak személyre szabva, amiben belefér ez is. Na most mi abban a helyzetben kerültünk, hogy ebben a pillanatban, amit belekerül a gyerekjogvédelmi és a szociális igazgatóság, az 125 millió lé. Ebben a pillanatban, amit a teljes összeg, amit erre szántak, az 25 millió lé. Tehát van egy 100 millió lé mínusz indulásból, és ami nagyon érdekes, és erről azért akartam ezt felhozni, hogy Maros megye, ha a lakosság számot nézem, a 11. Ebben a pillanatban úgy volt kiszámolva a jövedelmi forrásunk, hogy azt mondták 275 lej per lakos, tehát a jövedelmet lakosszámra kapjuk, a költségeknél viszont azt senki nem számolta, hogy a Maros megyei Gyerekjogvédelmi Igazgatóság az első helyen van országos szinten, de úgy van az első helyen, hogy utána még van 3 üres hely, és utána következik a második. Tehát annyira fejlett ez az igazgatóság, úgy a szociális oldalon, úgy a gyerekjogvédelmi intézetek szempontjából, hogy jóval nagyobb, mint az első helyen helyezkedő megyék, ahol nem 580-590 ezer lakos van, hanem 800 ezer vagy 800 fölött. Tehát a jövedelmük sokkal nagyobb, viszont a költségük jóval kevesebb, és ezt nem számolta senki, hogy ezt próbáljuk kiigazítani. És ezáltal láthatjuk azt, hogy mind a mellett, hogy a tavaly nagyon jó évet zártunk, minden működési költséget, tehát semmi adósság nélkül zártuk az évet, a működési költségeket fedeztük 100%-ba, emellett nagyon sok beruházást elkezdtünk, a beruházásokat nem csak hogy elkezdtük, hanem sőt, azokat a beruházásokat, amiket nem tudtunk befejezni zömében, a finanszírozást megtartottuk, tehát az átjött erre az évre annak az összegnek, abban a nagyságrendben az összeg azért, hogy tudjuk folytatni ezeket a beruházásokat. Tehát jó évet zártunk ebben az évben, ez a mínusz 100 millió lej, ez ott lóg a levegőbe. Amit még pillanatnyilag nem tudunk, hogy oldunk meg, nagyon reméljük, hogy ezt a nyár folyamán a kormány valamilyen formában megoldja, de ebben a pillanatban vagy záruljuk, vagy nagyon kis ütembe indítjuk el a beruházásokat,
vagy pedig a fizetéseket nem számoljuk ki teljes évre, hanem várjuk azt, hogy mikor lesz költségmódosítás. Ezt majd egy testületi döntésbe el kell döntsük, hogy melyik irányba visszük ezt a dolgot, de ez a mínusz 100 millió lej, ez ott lóg a levegőbe sajnos a fejünk fölött. Korábban utalt olyan beruházásokra, amelyek megkezdődtek az elmúlt évben, és ebben az évben kellene folytatni, de ugyanígy érinti őket ez az alacsonyabb, kisebb költségvetés. Még milyen beruházásokról van szó? Tehát amit a tavaly évben elkezdtünk, és nagyon fontos különböző útszakaszoknak a teljes felújítása, itt Mezőbodom környékén van két útszakasz, Bözöttfele vezető úton van egy szakasz, ugyanakkor a Jedfele vezető úton szintén egy aláírt szerződés, amit pillanatnyilag leálltunk vele, mert ott a csatornázási munkák miatt nem tudtuk elkezdeni, de ott is szerződés alá van írva, határidők vannak, és kellene folytatni. Ugyanakkor vannak kormányprogramok által elkezdett, ahol az önrészeket kell finanszírozni, az Európai Uniós pályázataink, ahol az önrészeket kell finanszírozni, az Európai Uniónál ugyebár ott van a Dicsőszentmárton nyárátő útszakasz, ahol a tervezés folyik, ott már bizonyos összegeket fizettünk, de most lesz a nagy része a munkálatnak, ahol az önrészeket kell finanszírozni, ugyanúgy a kormánynak a vidékfejlesztési programjába, ott is a Vajdaszentivány és Sárpatak közti útszakasz 50%-ban van kész, a másik 50% ebben az évben kell meglegyen, kezdődik az Erked Segesvár közötti útszakasz, ebben az évben a maga munkálatok, a tervezési munkálatokkal foglalkoztak eddig, tehát rengeteg, de ugyanígy a kórháznál, az onkológiai kórháznak a felújítása, ugyanúgy a repülőtérnél a csatornázás, tehát rengeteg olyan munkálat van, javítási, meg fejlesztési munkálat, ami el volt kezdve a tavalyi év folyamán, és ebben az évben folytatni kellene, és ezeket a munkálatokat pedig valahonnan finanszírozni is kell. Itt a szerződésekben határidők vannak, ezeket a határidőket tartani kell, ha nem vissza kell mondani, de abban a pillanatban visszamondtad, akkor a cégek jöhetnek igényekkel felénk, mert ő számított arra, hogy ezt a munkálatot elvégzi, és a járó összegeket pedig megkapja, és most egy picit tanástalanok vagyunk, de még február 20-ig meg kell hozzuk a megfelelő döntéseket, akkor elindulunk egy irányba, és utána pedig várjuk azt, hogy mi lesz a nyáron majd a kormány szinten. Nem tudjuk, itt egyelőre az van eldöntve, hogy három kormányt kell buktatni rövid időn belül, hogy legyenek előrehozott választások. Hogy ez bejön vagy nem jön be a kormánynak, nem tudjuk, úgyhogy egyelőre azt hiszem mindannyian, nem csak mi, hanem a kedves nézők is figyelemmel kísérik az országban ezeket a politikai jelenségeket, mert ezt most már nem tudom, hogy lehetne szebben nevezni, és várjuk azt, hogy végül is mi történik. Legyünk biztosak abban, hogy számolnak egy költségvetés, de legyünk biztosak abban, hogy mikor lesznek választások, mert ezt se tudja senki, mindenki csak találgat és tapogatózik abban, hogy mi lesz konkrét majd választási időpontként, vagy hogyan lesznek bizonyos dolgok megvalósítva. Ebben az évben ez a költségvetés még milyen területeket érinthet negatívan? Tehát van-e, többször, több ízben elhangzott az már, hogy a teljes összegnek nagyon nagy százalék az a működési költségekre megy. Van-e elegendő pénz ebben a költségvetésben, amit megszoktak Maros megye számára arra, hogy a fizetéseket ki tudják utalni teljes évre, vagy ezt, ahogyan az elmúlt években is többször, csupán augusztusig tudják garantálni? Hát ebben a pillanatban két lehetőség van. Vagy úgy számolunk, hogy 100%-ba beszámoljuk a fizetéseket, és akkor már főleg itt a nagyobb intézményeknél, tehát nem a maga a struktúráról van szó, aki a megyei önkormányzatban dolgozik, az a 150 ember, hanem itt akkor vannak gondok, amikor 1500 alkalmazott a gyerekjogvédelmi intézetnél, vagy a kórháznál 2500, vagy ezeknél a nagyobb intézeteknél van gond, vagy ugyanúgy a kulturális intézeteknél, ahol több száz ember van alkalmazva, tehát elég nagy az alkalmazotti szám. Itt vannak gondok, tehát vagy úgy számolunk, hogy ezeknél a nagy intézményeknél egész évre lefedjük a fizetéseket, és akkor semmi nem jut fejlesztésre, vagy pedig elindítjuk a fejlesztéseket egy bizonyos szinten, és úgy számolunk, hogy ahogy a kormány ígérte, valamikor az év második felében még lesznek kiegészítések. Mert most csak azért még egy mondatot erről, hogy az a gond, hogyha most leállítanánk teljesen a beruházásokat, ott vannak a szerződések, ott vannak a cégek, akik megnyerték ezeket a versenytárgyalásokat,
Tehát ő most mit csinál, egy fél évig elküldi az embereket szabadságra, vagy dolgozik? Tehát valahol a középutat kell itt megkeressük, azt a legjobb módszert, amivel úgymond az egyik sem áll le, viszont a másiknak is megvan a biztonsága, hogy megfelelő arányba finanszírozni lehet. Ez ugyanakkor bizonytalanságot is jelent, mert egyfelől a költségvetés kiegészítés vagy lesz, vagy nem lesz júliusban, és ugye akkor így az alkalmazottak meg az intézményeknek is a zavartalan működése kérdőjelek alatt fog állni. Hát csoportosítással azért akkor is meg lehet oldani még. Hétfői nap folyamán volt a Maros megyei tanácsnak egy rendkívüli ülése, amelyben szavaztak egy meglehetősen nagy összegnek a szétosztásáról a megyében található önkormányzatok számára. 43 millió lejről van szó. Milyen összegről van szó, és hogyan történt meg ezeknek a szétosztása, mi alapján kapták az egyes önkormányzatok a megfelelő összegeket. És olyan körülmények között érdekes ez a döntés, meg ez a kérdés olyanok számára, akik esetleg föltennék a kérdést, hogy ha nincs költségvetése még a megyei önkormányzatnak, akkor hogy szét tudott osztani egy ekkora tételt, ezt is, hogyha igen, ez egy nagyon fontos szempont, amit jó, hogyha megmagyarázunk. Tehát az történik, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik a költségvetési törvény, akkor úgy a ZÁFA-ból, úgy a jövedelmi adóból bizonyos összegeket a megyei önkormányzat kell, hogy kiegészítésként átutaljon, vagy megszavazzon a helyi önkormányzatoknak, és a törvény kötelez arra, hogy 5 napon belül, miután megjelenik a költségvetési törvény, a pénzügyi igazgatóságok leküldjék az összegeket, és még 5 napon belül, tehát 10 nap után, miután megjelent a hivatalos közlönybe, 10 munkanap után meglegyen a döntés arról, hogy ki milyen összeget kap. Ez miért fontos? Azért fontos, mert a helyi önkormányzatoknak is 45 napjuk van, hogy a helyi költségvetést megszavazzák. Tehát ő addig nem tud tárgyalni a költségvetésről, amíg minden jövedelmi forrásból nem tudja, hogy milyen összeg folyik be az önkormányzathoz. És ezért kötelez a törvény, hogy 10 munkanap alatt gyakorlatilag meg kell, hogy szabni, hogy melyik önkormányzat milyen összeget kap kiegészítésre. Ez történt most hétfőn, jóvá hagytuk, és 5 napi rendi pont volt, de ez volt a legfontosabb, ahol az összegeket jóvá hagytuk. Itt, amit kiemelnék, és nagyon fontos azt hiszem mindannyiunk számára, hogy most már 3. éve, amikor sikerült meggyőzni az önkormányzatban a partnereket is, tehát ugye a Szociáldemokrata Pártot, és elfogadta a Liberális Párt is magát az elvet, hogy van egy megyei szolgáltatásunk, itt van a rohanmentő szolgálat, az úgynevezett SMURD. Itt 12 egység van a megyében, ahol mondhatom azt, hogy eléggé igazságtalanul vannak elosztva a felelősségek és a költségtényezők is. Tehát nagyon sok településen úgy van, hogy fele az alkalmazottaknak a tűzoltóság alkalmazottja, a másik fel az önkormányzaté. Marosvásárhelyen például az összes alkalmazott, tehát a Marosvásárhelyi Központi SMURD egységnél minden egyes alkalmazott a tűzoltóság alkalmazottja, tehát állami költségvetésből kapja a fizetését. De ugyanakkor nagyon sok településen, és főleg itt elmondhatom azt, hogy főleg a Kükülő meg a Nyárád mentén, tehát úgy Szováta, úgy Nyárádszereda, úgy Ákosfalva, 100%-ban önkormányzati alkalmazottak, tehát 100%-ban a helyi költségvetést terhelik. De ugyanebben a helyzetben van több település is, és akkor ezelőtt 3 évvel jöttem azzal az ötlettel, hogy mikor ezeket az összegeket szétosztjuk az önkormányzatok között, akkor prioritásként egyszer fedezzük ezeket a költségeket, ami a rohamentő szolgálatra jár, és ugyanakkor pedig egy másik ötlet volt, hogy 5 településen vannak idős gondozásra otthonok, ami szintén önkormányzati felelősség alatt van, tehát önkormányzati finanszírozásba, és hogy ezeket próbáljuk segíteni, mert úgy, ahogy az idősek otthona ebben a pillanatban nem csak a helyiségből fogad időseket, hanem
tudom, mondjam azt, hogy a nyárádmagyarósi 42 személyből, vagy 10-en vannak a községből, a többi az Marosvásárhelytől elkezdve mindenhonnan. Tehát ez egy megyei szolgáltatásnak számít, nem egy helyi szolgáltatásnak. Ugyanakkor a rohamentő szolgálat is, ami elég nagy vitát váltott ki az elején, most már mindenki elfogadja, nincsen semmi gond, hogy nem az a fontos, hogy az én településemen van vagy nincs, mert én mikor utazok és Isten őriz, egy balesetet szenvedek a megye másik felén, az a fontos, hogy ott is legyen egy rohamentő szolgálat egység, aki perceken belül közbe tud lépni. Tehát szintén egy megyei szolgáltatás, ezt az ötletet elfogadta mindenki, úgyhogy ami nagyon fontos, és azért vannak a nagy különbségek máskülönben, hogyha a listát megnézzük, látjuk, hogy van, aki 1,5 millió lejt kapott, van, aki pedig csak 150 ezer lejt kapott, vagy 140-et. Tehát ezért vannak ezek a nagy különbségek, mert ott, ahol 15-16 embernek a fizetése és a rohamentő szolgálat működési költsége benne van, ott természetes, hogy hozzávetőleg ilyen 1 millió lejes összeg a teljes kerete, költségkerete, és ez sikerült jóvá hagyatni. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, hogy ebben az évben is az RMDS polgármesterek, tehát a magyar polgármesterek, a 40 polgármester úgy döntött, hogy ebben az évben is szolidaritási alapot hoz létre. Ha visszaemlékeznek, még beszéltünk róla, első évben Erdőszent György, a Bözödi templomnak az újjáépítése kapott egy segítséget, a következő évben pedig a tavaly Vámosgálfalván egy kuriának, egy kastélynak a megvásárlása, ugyanakkor a nyárádmagyarósi Kálvária, tehát a Bekecs tetőn levő templomhoz vezető kálváriának a megépítése kapott, és ugyanúgy még 200 ezer lejre, ha jól emlékszem, akkor ugyanúgy ebben az évben is a sportra beleegyezett mindenki, hogy a sportra adjuk, a sport segítségére adjuk ebben az évben ezt a szolidaritási alapot. Meg kell építeni egy jégkorongpályát, és annak az építésére szántunk a tavaly 200 ezeret, ebben az évben még 400 ezeret, ugyanúgy a Foci Akadémiára is még segítségül szavaztak meg összeget. Tehát az a szolidaritási alap, hogy mindenki lemondott egy 20 ezer lejes összegről, és ez gyakorlatilag célirányosan olyan önkormányzatok kapták meg, akik ezekben a fejlesztésekben részt vesznek. Én elsősorban itt az összefogást emelném ki, és őszintén büszke vagyok erre a polgármester csapatra, aki megérti ezt a helyzetet, és nem azt mondjuk, hogy ezzel a 20 ezer lejjel most lehet egy kis lyukat valahol befoldozok a településen, hanem egybe ez az összeg hozhat egy olyan eredményt, amire nyugodtan büszkék lehetünk, hogy igenis ezt a polgármesterek összefogásából valósítottuk meg. Tehát ez a döntés született, és ennek a döntésnek alapján mindenki megkapta már kedden a gyakorlatilag az összeget, hogy mivel kell számoljon majd a költségvetés összeállításánál. Műsoridőnk végéhez közeledünk, de még két témát mindenképpen tárgyaljunk át. Az egyik szintén ehhez a tanácsüléshez kapcsolódva, hogy az első napirendi pont, hogyha jól emlékszem, az volt, hogy Mára Toganél korábbi Maros megyei tanácsosnak a mandátumát megszüntették, ugyanis ő lett az új Maros megyei prefektus. Ez januári hír, így az ügyfélórában erről nem beszélgettünk, és olyan szempontból lehet ennek relevanciája, hogy megkérdezném, hogy milyen együttműködésre számítanak a prefektúrával, milyen volt az elmúlt időszakban, és annak fényében ugye, hogy kollégák is voltak a megyei önkormányzatban, mire számít a magyar közösség szempontjából, a megye szempontjából, milyen együttműködés jöhet a következőkben? Tehát azt mondhatom, hogy eddig is a prefektúrával volt egy korrekt együttműködésünk, még akkor is, hogyha több pert vittünk véghez, amikor megtámadott a prefektúra jogásza különböző határozatoknál, de nem csak szomszédok vagyunk, hanem valóban tárgyalópartnerek is vagyunk, és minden egyes esetet megbeszélünk. Az új prefektusról pedig annyit mondhatok, hogy kollégaként nagyon korrekt kapcsolatunk volt, és nem mondhatok semmi rosszat róla. Tehát én nagyon remélem, hogy ez így is marad, ez a viszony. És ebben az esetben, amikor nincsen alárendeltségi viszony a két intézmény között, hanem inkább azt mondhassuk, egy partneri viszony kell, hogy létezzen
a két intézmény között. Én nagyon remélem, és legalábbis gondolom, hogy mint volt kollega, ugyanaz a jó partneri viszony megmarad, amilyen volt eddig is. Nekünk a legfontosabb ezekben az esetekben, ugyebár ami minket érint, az az, hogy azokat a határozatokat, amit a megyei önkormányzat meghoz, azt vagy jóvá, tehát jóvá hagyják, látomozzák, hogy általuk is, hogy megfelel jog szempontjából ez a határozat, vagy pedig megtámadják. Tehát én nagyon remélem, hogy egyre kevesebb olyan határozat lesz, amit esetleg megtámadnának, mert azzal bizonyos folyamatokat állítanak le, és abban az esetben, hogyha ez az együttműködés megvan, és az a tárgyalási viszony is megvan, hogy meg tudunk beszélni mindent előre, akkor ez így mehet tovább. És záró kérdésként, milyen évre számít 2020-ban, melyek a várakozásai, melyek a legfontosabb célok röviden? Hát 2020, én remélem, hogy egy eredményes év lesz, mert itt azon arról kell beszéljünk, hogy két választáson is át kell, hogy essünk, és én nagyon remélem, hogy egy nagyon eredményes év lesz. Szeretnénk Marosvásárhelyt is és Maros megyét is megtartani, Marosvásárhelyt visszanyerni, jobban mondva, és Maros megyét megtartani. De ugyanakkor nagyon sok olyan polgármesterünk van ebben a megyében, összesen 40 magyar polgármester van, egy van a Magyar Polgári Párt részéről, és a többi az RMDSZ részéről, tehát én nagyon remélem, hogy ezeket a polgármestereket legalább meg tudjuk tartani, és ezen felül pedig azért bizakodóan nézek egy Szász Régen fele, vagy más települések fele, ahol lehet, hogy van esélyünk, hogy akár nyerjünk is, és ezért dolgozunk most, és ezért próbálunk megtenni mindent, tehát azokat a beruházásokat, amit elkezdtünk folytatni, megpróbálni újakat elkezdeni, de ugyanakkor koncentrálunk arra is, hogy megalapozzuk a következő 4 évet, és felkészüljünk a választásokra, és nagyon remélem, hogy itt a kedves nézők, kedves hallgatók is velünk együtt majd ugyanúgy részt vesznek ebben a kampányban és a választásokon azért, hogy valóban ezt a 4 évet meg tudjuk alapozni úgy, ahogy szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, jövő héten ismét várom önöket egy következő ügyfélórára, addig is viszontlátásra.